11 ezer menekült, ebből 2500 gyerek. Idomeninél járunk, Görögországban, a macedón határ mellett vagyunk, alig 100 méterre. Szörnyű és borzalmas körülmények fogadtak itt minket. Az ideiglenesen itt tartózkodó menekültek többsége 2-3 hónapja lakik ezekben a sátrakban. Tisztálkodási lehetőség alig van. Egyre több a beteg, és közben folyamatosan érkeznek új migránsok, akik abban bíznak, hogy megnyitják a macedón határt. Az elmúlt hetek hideg időjárása sem kedvezett az itt élőknek, és a rengeteg eső miatt is egyre több a lázas, beteg ember. Olyan, mintha visszatért volna a tél, nagyon hideg van és rettentően fúj a szél. A menekültek egyszerűen nem mernek kijönni, attól tartanak, ha kijönnek a sátrakból, egyszerűen elviszi a szél a lakhelyüket. A higiénés körülmények borzasztóak, az emberek többsége rühes. A kevés fürdési lehetőség miatt koszosak és ápolatlanok. Önkéntes orvosok és ápolók tucatjai dolgoznak a menekültek mellett. Az egészségügyi dolgozók a világ minden tájáról érkeznek. Több nemzetközi segélyszervezet is küld orvosokat és ápolókat is a táborba. Ezt a vöröskeresztes sátrat még a magyarok állították fel 3 hónappal ezelőtt. Azóta rengeteg beteget láttak el bent, most éppen az olaszok és az osztrákok tartanak ügyeletet. Átlagosan naponta 90-120 beteg érkezik hozzájuk. A tábor közepén az osztrák vöröskeresztes kontingens vezetőivel találkozunk, Gottfried Stauféval. Ő koordinálja most a betegek és a sérültek ellátását az idomeni táborban. Másfél hónapja dolgozik Görögországban, és több mint 6000 beteget gyógyított már meg. Megkértük, mutassa meg, hol és hogyan dolgoznak a Vöröskereszt munkatársai. Itt van a bejárat, ez pedig a várószoba. Ha megérkeznek a páciensek, itt regisztrálják őket. Ennél az asztalnál történik az adatok felvétele. Itt ül természetesen a tolmács is, és a doktor is, és az ügyeletes orvos. Felírjuk a nevét, a nemzetiségét, az életkorát, itt hátul pedig az elkülönített rendelők vannak. Igazából itt történnek a vizsgálatok és a gyógyítás is. Rengeteg eszközünk és gyógyszerünk van, ezek láthatók itt. A legalapvetőbb gyógyszerekkel dolgozunk, van köhögés, láz és fájdalomcsillapító. De igazából szinte mindenünk van, nagyon jól fel vagyunk szerelve. Ezen a területen pedig a sérülteket látjuk el. Itt is mindenünk van, fertőtlenítő és kötözőszerek, kisebb műtéteket is el tudunk végezni. Az olasz Vöröskereszt önkéntesei az olasz hadsereg rendszerébe illeszkedve dolgoznak, külön egyenruhájuk van és rendfokozatot is kapnak. Mi az olasz hadsereggel dolgozunk együtt. Látod, rajtunk kék egyenruha van. A legnagyobb különbség például az osztrákok és mi köztünk, hogy mi egy katonai rendszerbe illeszkedünk. Rengeteg misszióban vettünk részt az elmúlt évek alatt. Voltunk Koszovóban, Szomáliában, Líbiában és még Irakban is. Kiválóan működik itt a munka, bár mi katonai rendszerben dolgozunk, remekül megértjük magunkat a civilekkel. Én vezetem a nemzetközi csapatot a táborban április 1-e óta. Az orvosi csapat és az ápolók tartoznak hozzám, én csinálom például a beosztásukat. Alapvetően első segélynyújtásban veszünk részt, és az ambuláns betegeket is ellátjuk. Nem kritikus a helyzet, de egy hónappal ezelőtt szörnyű körülmények fogadtak. Rengeteg sérült és kimerült emberrel találkoztunk. A rossz idő miatt rengetegen jelentkeznek most megfázásos tünetekkel, de ezt a rossz időjárással magyarázhatjuk. Sokan fordulnak hozzánk különböző bőrkiütéssel és fertőzéssel, de egyre többen kérnek szemproblémák miatt segítséget, az erős szél és a homok miatt van ez. Folyamatosan dolgozunk, rengeteg a beteg. Van olyan nap, hogy 80, de volt olyan is, hogy 150 beteget láttunk el egy szolgálat alatt, azaz 8 óra alatt. Hatan vagyunk Ausztriából és 3-an Olaszországból, illetve dolgozik velünk 2 olasz ápoló is, akik a hadseregtől jöttek. A Nemzetközi Vöröskereszt folyamatosan cseréli a csapat összetételét az idomeni táborban. Átlagosan 10 hetente új csapatot küldenek, hiszen az orvosok és az ápolók hihetetlen terhelés alatt dolgoznak. A táborban ugyanis 24 órában van orvosi ügyelet, az egészségügyi dolgozók pedig szabadnap nélkül folyamatos szolgálatot adnak. A terv most az, hogy egy kicsit tovább kell maradnunk 14 nappal, így nem május közepén, hanem május végén utazunk el, akkor érkezik a váltás. De most olyan tervek kerültek napvilágra, hogy lehet, hogy bezárják a tábort, szóval nem kizárt, hogy mi leszünk az utolsó szolgálat itt. Abban bízunk, hogy egyre kisebb lesz a tábor létszáma, és lehet,
hogy már nem is kell jönnie az új váltásnak. Az osztrák orvos azt mondta, hogy szívesen dolgozik menekültek között, ezt élethivatásának tekinti. Az elmúlt 20 évben csaknem egy tucat országban segített a rászorulókon, most is ezért van itt. Már nagyon régóta az ausztriai Vöröskeresztnek dolgozom, csaknem 22 éve. Nekem az természetes, hogy nemzetközi missziókban veszek részt, és már a családom is így van ezzel. Már megszokták, hogy ilyen helyekre utazom. Ha valahol katasztrófa van, vagy háborús helyzet a világban, én összecsomagolok és megyek. A humanitárius segítség nekem rettentő fontos. Ez egy fantasztikus hivatás, hogy embereken segíthetek és meggyógyíthatom őket. Haysem Mohamed Szíriából érkezett családjával, a kisebbik fia egy éves és nagyon beteg. Haysem szerint műtétre lenne szüksége. Szíriában egyáltalán nincs orvosi ellátás, ezért vágtunk neki az útnak. A kisfiam egy éve született, de most egy komoly műtétre lenne szüksége. Már leveleztünk egy francia kórházzal, ahol már várnak minket, de nem tudunk eljutni Franciaországig, mert a macedónok lezárták a határt. Egyre kritikusabb az állapota, én még bízom benne, hogy átengednek minket. Már 3 hete itt lakunk ebben a sátortáborban, de hosszabb távon nem maradhatunk itt. Ezek a körülmények nem embernek valók. Nem kapunk főtételt, és nem mehetünk vissza Szíriába, hiszen háború van. Azért indultunk el, hogy ennek a kisfiúnak esélyt adjunk az életre. Én megpróbáltam mindent, de Szíriában nem volt esélyünk orvoshoz kerülni. Én pedig elhatároztam, hogy segítek a kisfiamnak. Minden nap imádkozunk, és abban bízunk, hogy eljutunk abba a kórházba, ahol tudnak segíteni rajta. Az elmúlt hetekben alig javult a táborlakók egészségügyi helyzete. A Vörös Keresztes csapat olasz parancsnoka szerint ők mindent megtesztek a betegekért. Elégedettek vagyunk az egészségügyi felszereléssel. Szinte mindenünk megvan, hogy alapellátást tudjunk biztosítani a páciensek részére. Rengeteg betegséget tudunk itt kezelni. Több százféle gyógyszer áll rendelkezésünkre, és még fertőző betegeket is el tudunk látni. A sátorban van egy izolált rész is, amelyben a kisebb műtéteket is el tudjuk végezni. Ma hihetetlenül rossz az idő, nagyon erős a szél, láthatjátok, folyamatosan mozog a sátor. 4-5 napja nem esett, ennek következtében rengeteg por kerül a levegőbe, ezért is lehet az, hogy egyre többen jelentkeznek szemproblémákkal. Sokaknak fáj a torkuk, ez mind a rossz idő következménye. Nem igazán javul az egészségügyi helyzet itt a táborban, hiszen pár hónappal ezelőtt arról volt szó, hogy ez csak egy ideiglenes tábor lesz. Ahhoz képest már vannak itt olyan családok, amelyek már több mint 4 hónapja itt élnek. A menekültek száma pedig nem csökken. Rengeteg olyan beteggel találkozunk, akik, hogyha pár hónappal ezelőtt orvosi ellátást kapnak, akkor már rég meggyógyultak volna. Egyre több a komplikáció, de megpróbálunk mindenkin segíteni. Sok olyan beteggel is találkozunk, akiknek csak kisebb egészségügyi problémájuk volt. Például egy kisebb vágás a talpon, de miután a hosszú utazás alatt nem kezelték, ezek a sebek elfertőződtek. Az általános higiénés állapotok szörnyűek a táborban. Volt olyan páciensünk, akinek annyira elfertőződött a bőre egy szúrástól, hogy utána napokig kellett kezelnünk. Tegnap pedig egy testvérpárt hoztak be, gyerekeket, akik játék közben vágták meg magukat. Volt olyan hölgybetegünk, aki 1 hét után fordult hozzánk, miután megsérült. Ha még pár napot késlekedett volna, akkor pedig már csak amputálni tudtuk volna a lábát. A forgatás alatt is folyamatosan érkeztek betegek, illetve új táborlakók is Idomenibe. Bár a görög kormány hetekkel ezelőtt ígéretet tett, hogy felszámolja ezt a tábort, ez nem igazán sikerült. Egyre többen érkeznek, és mindenki abban reménykedik, hogy a macedónok megnyitják Európa felé a határt. A 11 ezer embert most körülbelül 3 tucat egészségügyi dolgozó lát el. A nemzetközi segélyszervezetek vezetői azt mondták, egészen addig itt maradnak Idomeniben, amíg fel nem számolják a tábort. Az ide érkezőknek ugyanis mindenképpen segítségre van szükségük.